nem szerencsés, hogyha egy családban a kutya csak egy valakinek fogad szót. Sokan erre egyébként büszkék. Tehát sokan büszkélkednek azzal, hogy lám-lám, ez az én kutyám, és bezzeg a feleségemnek, vagy a gyerekemnek, vagy a szüleimnek. Attól függ, hogy kiről van szó, nem fogad szót, ez csak az én kutyám, nekem milyen engedelmes, és ha-ha-ha, apunak meg nem. Ez egy nagyon szerencsétlen szituáció, ugyanis egy családban a gazda nem mindig van jelen. Tehát előfordul, hogy a gazda nincs otthon, mert elutazott, mert dolgozik, vagy valami miatt nincs otthon. Na most akkor mi van? Akkor a kutyával senki nem fog tudni szót érteni, senki nem fogja tudni irányítani a kutyát. Tehát ezt én mindenképpen kerülném, ezt a helyzetet. Egyébként a kutyákban megvan az a tendencia, hogy legyen nekik egy kedvenc családtagjuk, illetve legyen egy gazdájuk a családban, aki ezzel leginkább kötődnek. A többit is elviselik, a többit is szeretik, de egy speciális kapcsolat kialakul valamelyik családtaggal. Ez teljesen rendjén is van. De nagyon kell arra figyelni, hogy a családban a kutyával a többiek is foglalkozzanak. Tehát nem szabad az, hogy a kutyatartó izoláltan éljen a kutyájával a családon belül, mert előfordulhatnak azok a helyzetek, amikor a kutyával más valakinek kell majd törődni, a kutyát más valakinek kell irányítani, és ez nem egy megoldás, hogy erre csak egy darab ember képes a családban.